azért jó egy ilyen nemzetközi jazz fesztivál, egyrészt mi nekünk zenészek számára nagyon jó látni egy csomó más zenekart, akár olyanokat is megismer az ember, akiket eddig nem ismert, és csak leesik az áll, hogy húha, de szuper jó bandákat látod. Meg nagyon jó kapcsolatokat is építeni ilyenkor, meg ismerkedni a másikkal. Mi is ezt jó párszor megtettük, összehavertottunk egy csomó bandával annak idején is, amikor játszottunk akár előzenekarként nagyobb sztárok előtt, vagy különböző. Igen, olyan nagyobb sztárokat is lehet látni ilyen nemzetközi fesztiválon, akiket csak tévéből vagy rádióból. Nem, ez viccel, de hogy tényleg jók az ilyen találkozások, eszmecserék akár a zenekarok között is. A közönség meg szerintem csak egy nyertes ennek a dolognak, hiszen rendkívül sokszínű zenekarokat élvezhet. Előadónak a személyiség az egy nagyon meghatározó szelete ennek a műfajnak. És igazából ez szerintem fantasztikus, mert nyilván mi is egy valamiféle, mondjuk azt, hogy amerikai jazziskola vonalon képeztük magunkat, meg képezzük magunkat a mai napig is, de magyarok vagyunk, és ez szerves része a zenénknek, szerves része a zenélésünknek, és egy nemzetközi jazzfesztiválon pont a közönség abból kaphat egy kis szeletet, hogy bár mondjuk azt, hogy a jazz nyelve az hasonló, vagy közös, de mégis mindenki hoz a saját gyökereiből a jazz zene nyelvén, és ez az, ami szerintem nagyon fontos, és különösen érdekes lehet a koncertre járó hallgató közönségnek. Pillanatban, amikor komfortossá válik számunkra a szituáció, mint itt az egyébként az egész egy órás koncert alatt ez megvalósult, az rögtön hallhatóvá is válik, rögtön gurulnak a dolgok, rögtön olyan ötletek jutnak eszünkbe, amelyek soha életünkben, pedig már 25 éve együtt játszunk,
És tulajdonképpen ezt érezzük mindig, hogy a kompozíciók és az improvizációnak egy olyan egyensúlyát tartsuk meg, ahol minden a kompozíció úgy haladszódjon, mintha abban a pillanatban születne meg, az improvizáció pedig úgy, mintha már azt 20 éve gyakorolnánk. 5 éves korom óta, ha meglátom a Balatont, akkor egy egészen más dimenzióba kerül. És ezt a belső érzést vittem a színpadra is. De nagyon furcsa, viszont nagyon-nagyon jó érzés, hogy ennyi idő alatt én igazából a Balaton partján fesztiválon, jazzfesztiválon még nem játszottam. Bármilyen furcsa, ez az első. Ennyi év után. Tehát ez egy fantasztikus élmény. Gyönyörű gesztus a rendezők részéről, hogy nem csak a koncert napján látnak vendégül, hanem azt mondták, ha ráérünk, akkor jöjjünk az egész fesztiválra. Olyan fajta életérzés lett itt most úrrá rajtunk, hogy ezt visszük tovább, és visszük a hírét a Babel Sunnak és a Babel Jazz Fesztiválnak, mert ez tényleg közösséget formál, tehát ott, ahol együtt vagyunk a Babel Campben, az együtt reggelizések, együtt ebédek, kollégákkal, tegnap például Schneeberger fel is játszott itt. Hát mivel ő Berlinben nagyon ritkán találkozunk, úgyhogy vele egy pár szót tudunk beszélni, eljutunk a koncertjére, tehát ezt is a fesztiválnak köszönhetjük, hogy ilyen családias, békés, nyugodt hangulat van. Jó estét! Jó estét! Good evening! Jó estét! Hogy vagy? Hogy vagy? Hogy vagy? Jól! Jól! És te? És te? And you? And you? Ah! És te? És te? I'm good! Was I'm good? Jól! Jól! That's nice! Jól! Jól! Great time to play here, and also there was a good focus in the band, so everyone was really we'd get together more and more, and it's really nice, and it's really cool to share your music in a different country with a different audience and new culture. So for us it's really really special to be here. Yeah, this year we also played at the Amersfoort Jazz Festival in the Netherlands, where we're from, and like someone who was working as a programmer there, he linked us up with the festival here, with the organizers of Babel Jazz Festival,
and that's why we end up here. So it was really nice that festivals are working together more and more in Europe, you know, so you get the chance, and when you're playing a festival in the Netherlands, also go abroad and play in another festival. And also we met an Israeli duo that are playing now, like in half an hour or something. And it's nice really to make these connections. And we met them already in Amersfoort and we were talking a bit, and then, hey, you're also in the Babel Jazz Festival. And so it's really nice to get to know new people and to play together maybe sometime in a jams or jam session. Yeah, so it's really great experience. Last show of our tour, so we just felt like, let's give it everything, you know, let's go have the most fun we can and like go crazy. And that was the energy, it was like really fun and loose. And this band Subtext played 3 years ago, I think, in Amersfoort Jazz Festival, and they have also that conference with a lot of festival managers, and Peter, the manager of Babel, was in that conference, and he just called us after. He liked the music, he saw the concert. I think that once you travel, you know, it just completely changes your whole perception of life. You know, we're used to being in our old culture, and that can really affect the way you are. You know, you go, you do your thing, you go to work, you go back home, you're with your own circle of friends, and once you go somewhere else, that's completely different, you know, or different in some ways and similar in some ways. You see, okay, so like people are a little bit, do some things a bit differently here, but similar to what I'm used to. You just see like people as people, and this connection is just really wonderful, you know. Seeing musicians that come from different cultures, their music sounds similar to you but also different from you, and that connection is always like magical. There's something else that it gives you also a perception on your own culture. So first time I moved to the States and spent some time there, I had a very strong point of view over my culture, because I saw something different. So yes, it's very important for us to go abroad. Also, it's really interesting to see what audience in what country likes our music. Thank you.
az, hogy mi ide kijuthattunk Amersfoortba, az egy zseniális dolog, és nem volt még ilyen nívós fesztiválban részünk. Nagyon jó zenészekkel ismerkedett meg a zenekar, és nemzetközi kapcsolatokra is szert tudtunk tenni. És például rengeteg olyat láttam, aki valami újat tudott mutatni. Tehát, hogy én általában mindig is azt kerestem, hogy mi az, ami egyéni és nem sablonos. Azt gondolom, hogy minden zenésznek az a célja, hogy a világon sok helyre jut. Nekem legalábbis az az egyik célom, hogy sok helyre jussok a világba, nagyon sok jó emberrel ismerkedjek meg, és az én zenémet, hogyha ezek mellett még kedvelik is, akkor én annak csak örülök. This place, and we love people here, and the atmosphere of every festival here is unique. Actually, it's not a real festival atmosphere, it's a real arty environment for all people, especially for musicians and for artists. Naked is kind of freedom in a way, you know. So we are all coming from different musical influences, you know. And after 20 or more years into music, each of us, we suddenly, you know, hooked up, starting to, you know, become friends. 15 years ago, 10, 12, depends on who came in the band, and we start to jamming. And from this approach, we process all the music that we were listening, learning in through our lives, and they're just becoming, you know, naked sound. It's coming out very easily, and
actually we don't think about it. This is Balkan, this is more jazzy, this is free, this is... We, you know, take whatever it's come to us and, you know, making it and, you know, trying to have the best songs in that, from the song in that time for us. So it's important for us to have fun. Last year we finished our fourth album, and on that album we had Israeli female singer, and our plan is to finish all album with her, Tula, and also to recording our new album, Fifth. That's our, yeah, as I say, second home, and it's our pleasure to come here for 5, 6, 7, 10 days, 2 weeks, who knows. And in Belgrade I don't have enjoy. Bicycle, and here is a lot of bicycles. I like to ride bicycles. Yeah. We will be here in 1 month or so, 1.5 months, again. See you then.